Elérkezett a nagy nap. Öt ország több száz jelentkezőjéből a legjobb 10 jutott el idáig. Hosszú heteken át zajló felkészülés után ők szállnak versenybe az országonkénti fődíjért. Virtuózok! A szuperzsűri ismét a legenda, a világszerte ismert és elismert operaénekes, maestro Placido Domingo, aki ezúttal, hogy szembetegsége után védje a szemét az erős fényektől, napszemüvegben vesz részt a műsorban. Fényes karrier áll előtted, gratulálok! Horvátországot a döntőben nem más képviseli a zsűriben, mint a több millió követővel rendelkező világsztár csellista Hauser. Igazi varázsló vagy. A házigazda továbbra is a német tévés legenda Thomas Gottschalk. Like úgy nézhetek ki, mint egy vén angyal. És a lengyel showműsor a királynője Ida Novakovska. A barátnőt helyében én féltékeny lennék a gitárodra. Menjünk az elejétől, innen. A komoly zene kiválóságai pedig ma is mentorként segítik a versenyzőket. Bravo, nagyon jó. És akkor kihagyod a kantilénát, és utána jöhet a keringő, igen, ugye? Ma este tehát kiderül, ki az az öt, vagyis országonként egy ifjú virtuóz, aki megnyeri a bruttó 10 000 eurós fődíjat a zenei tanulmányai támogatására. Illetve aki szupersztárokkal léphet majd fel a világ legnagyobb koncerttermeiben. Csúcs profizmus, amit csináltál. A tehetség határtalan. Egy igazi showman vagy. Ők lesznek a klasszikus zene jövője. És most eljött az idő. Kezdődjék a döntő. Ez a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz döntője. A színpadon a két házigazda, Ida Novakovska és Thomas Gottschalk. Good evening. Jó estét! Szeretettel köszöntjük Önöket a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz döntőjén. Good evening. Jó estét mindenkinek! Jó újra itt lenni! Yes. Így van. Az elmúlt hetek elképesztőek voltak, és amit az elődöntőkben láttunk, az szinte hihetetlen volt. Annyira jó volt, hogy idehaja fel is robbant tőle. Azt hiszem, jó okunk van kijelenteni, hogy ez a műsor a klasszikus zene jövője. Igazad van. Azt kell mondjam, nem csak a szívem gyújt lángra, hanem a hajam is. És persze egyetértek, ami ezen a színpadon történt az elődöntők során, az egészen elképesztő volt. A ma esti döntőben pedig ismét 10 versenyző mutatja be tudását nézőinknek. Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Magyarországon és Horvátországban. Országonként két fiatal tehetség van még versenyben, és a két kést versenyző közül egy fog ma nyerni, így a döntő végén összesen 5 győztesünk lesz. Veszíteni azonban senki sem fog, itt már minden versenyző nyertes. Ez így igaz. Mi pedig a legnagyobb rajongóik között vagyunk. Abszolút. Ahogy megszokhatták, a versenyzők sorsáról az adott ország zsűri tagja és a szuperzsűri dönt közösen. A döntőben a szuperzsűri székében ismét a világ leghíresebb operaénekese foglal helyet, maestro Placido Domingo. Horvátország képviseletében ezúttal a több milliós rajongótáborral rendelkező világhírű csellista ül a zsűri asztalhoz, Hauser. Csehország zsűri tagja továbbra is Gabriela Bohácsová, aki klasszikus zenei fesztiválok igazgatója. A lengyel zenészek sorsát Alicia Vegorzsevska operaénekesnő viseli a szívén. A szlovák versenyzőkről ezúttal is Péter Valentovics karmester dönt. A magyarokért pedig anyjuk helyett anyjukként izgul Miklós Erika operaénekesnő.
Please welcome. Köszöntsük a virtuózok Visegrádi 4+ zsűri tagjait és maestro Placido Domingót, a szuper zsűrit. Maestro, örülök, hogy ma este itt vagy velünk, és természetesen üdvözlöm a többi zsűri tagot is. Azt hiszem, mondhatom, hogy az elmúlt hetekben igazi csapattá váltunk. Láthatják, hogy a horvát zsűri tag Petár Csulics a mai estére a világhírű csellista Hauser kezeibe adta versenyzőit. So, let's see how. Hello. Hello, horvát barátom. Hogy vagy? Szia, Petár. Örülök, hogy látlak. Én is örülök. Nos, bemutatom Hausert. Ők ketten jutottak a döntőbe. Hűha, bejutottatok a döntőbe. A két horvát zenész együtt nézte végig versenyzőik zenekari próbáit. Szeretnéd innen ismételni? Igen. A legvégét is, az utolsó 4 ütemet. Igen. Oké, rendben. Így a híres csellistának, Hausernek volt alkalma megismerkedni Ivánnal és Kianával. Argentina, tűz, szenvedés! Az elődöntők zsűrije a gitárművész Petár Csulics minden fontos tudnivalót átadott a versenyzőkkel kapcsolatban, így jó szívvel adta át a stafétát kollégájának. Szóval ez most egy különleges pillanat. Igen, köszöntünk a Virtuózok Visegrádi 4+ műsorában. Köszönöm! Hauser, azt hiszem, egyetértünk abban, hogy a showbiznisz és a klasszikus zene nagyon jól megfér egymás mellett. Pontosan. Ha belegondolsz, Mozart a maga korának a legnagyobb rockstárja volt. Minden emek volt, ami egy rockstárnak lenni szokott. De inkább nem menjünk bele a részletekbe. Ez igaz. A klasszikus zene minden más műfajra hatással volt. Beleértve a rockzenét, a popzenét, mindent. Alapvetően ez az alapja mindennek. Mit vársz a ma estétől? Mit szeretnél látni a színpadra lépő ifjú tehetségektől? Manapság magasan van a mérce. A zenészek kiválóan játsszák a legtechnikásabb darabokat is. De én igazán azt várom, hogy amit hallunk, az megérintse a szívünket. Hogy a zenész kitegye a szívét és a lelkét. Karizmatikus előadásokat és személyiségeket akarok látni. Azt szeretném, ha a versenyzők hatnának az érzelmeinkre. Hogy a hitelességükkel hassanak az érzelmeinkre. Igaz. Ha szabad így fogalmazni, fantasztikus. Alig várom, hogy mindezt átélhessük, csak úgy, mint eddig. Most is a budafoki Dohnányi Zenekar kiváló zenészei kísérik a gyerekeket. Holler úr Gábor vezetésével. A versenynek természetesen megvannak a szabályai, a nyertesekre pedig értékes díjak várnak. Lássuk őket! A Virtuózok Visegrádi 4+ idei évadában két elődöntőben mind az 5 országból két-két versenyző mutatkozott be. Az elődöntőkből országonként egy ifjú tehetség került a döntőbe, ahol így az 5 ország legjobb 2 versenyzője lép színpadra. Végül ezúttal is országonként egy, vagyis 5 győztest hirdetünk. Az 5 ország 5 fődíjasának nyereménye egyenként bruttó 10.000 euró. A versenyösdíjazása összesen bruttó 100.000 euró. Maestro Placido Domingo külön díja, fellépési lehetőség a Maestro egyik koncertjén. A Signali Duna felajánlott a műsor magyar továbbjutóinak és a Kisvirtuózok Alapítvány további 11 támogatottjának egy-egy testre szabott védelem balesetbiztosítást. A heti kedvencnek és zenetanárának nyereménye egy-egy 100.000 forint értékű kotta vásárlási utalvány az Edíció Muzika Budapest zenemű kiadó ajándéka. Jutalomban részesülnek a legjobb zenetanárok is. A Kisvirtuózok Alapítvány által létrehozott díjat és az azzal járó bruttó 1 millió forintos pénzjutalmat minden évben egy olyan zenepedagógus nyeri el, aki rendkívüli szakmai tudásával segíti a zeneoktatást és gondozza a virtuózok tehetségeit. A 2021-es évben a díjat Juhász Slatter Andrea hegedű tanárról nevezték el. Ezt a díjat idén Perényi Eszter Kossuth és Liszt díjas érdemes művész kapta. Gratulálunk! Szavazzon a kedvencére! Részleteket a Virtuózok Facebook oldalán és a www.virtuozok.hu weboldalon talál. Ma este is itt vannak velünk nemzetközi hírű szakértőink, azaz csodálatos mentoraink. Elina Nechayeva, észt koloratúr szoprán énekesnő. Edmond Fokker, holland hegedű művész. Eugene Cohn, amerikai karmester. Placido Domingo Junior, spanyol énekes, zeneszerző. És új belépőként mentorálja a döntős versenyzőket Sergio Kuhlmann, spanyol zongoraművész, zeneszerző. Minél több művet ismersz attól a szerzőtől, akinek a darabjait játszod,
annál mélyebben megérted az ő stílusát. Profundamente en su estilo. Ser mentor. Mentornak lenni számomra egy rendkívül felelősségteljes feladat. Mert mindenre, amit mondok, arra nagyon odafigyelnek. Azt tanácsolom a versenyzőknek, hogy gondolkozzanak pozitívan. Nagyon pozitívan. Pozitívo. Muy pozitívo. Bravo! Mai első versenyzőnkről annyit biztosan tudunk, hogy a kosárlabdás dobótechnikája ugyanolyan pontos, mint a zongora játéka. Nem is csoda, hogy az elődöntőben a zsűritagok lelkesen éjjenezték őt, mintha csak egy kosárlabda mérkőzésen lettünk volna. Reméljük tehát, hogy a 16 éves horvát versenyző, Sergio Kulman zongorista zeneszerző mentorátja hamarosan ismét hasonló hangulatot teremt a stúdióban. Érkezzék Iván Petrovic Poljak. Sosem láttam 16 éves gyereket így zongorázni. Csodálatosan játszottál. Mint egy igazi sztár, tényleg csodálatos volt. Meg kell mondjam, sok tehetséget hallottunk ma, de amit te csináltál, az volt a kedvencem. A zenész, aki Horvátországból a döntőbe jut, Iván Petrovic Poljak. Amikor kimondták a nevemet, nagy megkönnyebbülést éreztem, mintha egy kő esett volna le a szívemről, és óriási öröm járt át. A mai döntő előtt felkészültnek és izgatottnak érzem magam, mert bennem élnek mindazok a pillanatok, amiket eddig itt átéltem. Szuper voltál! Köszönöm! Felkészült vagy, gratulálok! Köszönöm! Tudsz nekem játszani egy percet? Most. Persze. Bravo! Alkotnod kell. Mindig gondolkozz azon, hogy hogyan adhatsz valamit a darabhoz, függetlenül attól, hogy mit írt a szerző. Sergio tanácsai nagy hatással voltak rám. Sokat gondolkodom azon, amiket mondott. A színpadon Iván Petrovic Poljak Horvátországból. Thank you.
Iván, szerintem ez egyszerre volt varázslatos és fenséges. Köszönöm. Egyetértek. Jól mondom? Abszolút. Le a kalappal, Iván. Nem könnyű kiállni ide és előadni egy ilyen zenei művet. Maestro Domingo és a legendás zsűri tagok előtt. De te végig magabiztos voltál, tele önbizalommal. Minden elismerésem a tiéd. Fantasztikus volt. Imádom az energiáidat, és még mindig a rajongód vagyok. Azt hiszem, bátran kijelenthetem, hogy egy igazi virtuóz áll előttünk. Gratulálok. Péter talán a legjobb zongorista mindannyiuk közül. Halljuk hát, mit mond ő. Micsoda elképesztő tehetség. Annyira magabiztos vagy. Hihetetlen, ahogy a zenekart is tudod irányítani. Gondolok itt a tempóra és minden másra. A te korodban így játszani, ez egyszerűen zseniális. Szóval minden tiszteletem, csodálatos volt, bravo. Köszönöm. Büszke vagy magadra? Igen. Elégedett vagy? Mi találkozunk. Köszönjük szépen. Hűha, ez az Iván. Csak ennyit mondhatok, hűha. De hiszen horvát. Gratulálok. Csodálatos voltál, gratulálok. Bravo, szrecs. Én még sohasem láttam valakit egyszerre énekelni és hárfázni, de aztán megismertem következő versenyzőnket. A húrok mestere. Mégis alig hiszi el, hogy ma este itt van a döntőben. Fogadják szeretettel Placido Domingo Junior zeneszerző mentorátját, Martin Szadileket. A virtuózok versenyben a fő célom elsősorban, hogy a lehető legtöbb embernek szerezzek örömet, és egy sor kiváló zenésszel találkozhassak a zsűriből és a versenyzők közül. Feszült pillanat volt. Egyáltalán nem sejtettem, ki lesz a végén a győztes. Utána mondták a zsűritagok, hogy a cseh versenyzők esetében volt a legnehezebb a döntés. Nagyon-nagyon nehéz volt a mai nap, ez túlzás nélkül állíthatom. Martin Szadilek! A végén, amikor Gabriela Bohácsova kimondta a nevemet, nem is akartam hinni a fülemnek, hogy ez lett a vége. Tényleg nagyon nehéz lehetett. Nagyon nagyra értékelem azt, hogy találkozhattam itt Richard Collertel, hogy összebarátkozhattunk, és hallhattam őt zenélni. A döntőre úgy készülök, ahogy csak lehet. Állandóan gyakorlok, amikor csak időm engedi. Már nincs sok idő hátra. Lassan színpadra lépek, addig is folyamatosan finomítok a részleteken. Fantasztikus volt. Szóval az a fontos, hogy vidd bele a saját személyiségedet és a saját érzéseidet. Próbálj meg minél többet megmutatni ezekből. A színpadon Martin Szadilek Csehországból.
Márkin. Üdv. Gratulálok. Köszönöm. Ú, meg is ölhesz. Nézzenek oda. Milyen szívélyes fogadtatás. Korábban is megtehetted volna. Kérlek, állj középre. Te vagy itt a legfontosabb szereplő. Ez hihetetlen volt. Lássuk, mit gondolnak a zsűritagok a fellépésedről. Martin, te egyike vagy azoknak, akik ma zenekar nélkül léptek fel. Egyáltalán nem volt egyszerű dolgod azokhoz képest, akik mögött ott áll a zenekar, és segít nekik energiával megtölteni a termet. És pont ez volt a kihívás a többiekhez képest. Éppen ez az, amiről beszélni akarok. Ugyanis te egyedül, szóló művészként bizonyítottál, és ez óriási tehetséget, óriási karizmát kíván, amivel te rendelkezel. Ráadásul, ezt már a múltkor is mondtam, nagyon megkedveltelek emberként, nagyon szeretek veled együtt dolgozni. És ez is nagyon fontos a jövőbeli karriered szempontjából. Köszönöm neked ezt a fellépést. Nagyon gratulálok. Köszönöm, ez nagyon meghatott. Elképesztő volt. A zene csak úgy áradt, és nagyon igaz, őszinte előadás volt. Teljesen profi művésznek tűnsz. Nagyon virtuóz voltál, mégis tökéletesen természetes volt minden. A darab címe Férie, ami az eredeti értelmezés szerint egy tündérekről szóló misztikus történetre utal. Lehet, hogy ezért hangzik ilyen éterien. Örülök, hogy egy kicsit hallani lehetett benne. Hogyan ápolod az ujjaidat? Néhol már megkeményedtek. Megkeményedtek? Kipróbálhatom? Jaj, ne! Persze, már alig vártuk. Kár elrontani ezt a pillanatot. Jól áll neked. Nem rontok el semmit. Úgy nézhetek ki, mint egy vén angyal. Varázslat. Varázslat. Tavaly is pont ilyen volt a hangja. Felfedeztük a műsor legnagyobb tehetségét. Ugyan már. És a külön díjat kapja. Hauser, hogy tetszett? Martin, varázslatosan játszol. A hárfa mágusa vagy. Megmutattál nekünk egy hihetetlen világot. A varázslatos hangok világát. Nagyon tetszett az előadásod. Gratulálok. Köszönjük, csodálatos volt. Köszönjük szépen, Márki. Köszönöm. Tomász, jó tanítvány, lesz megígéri. Na ne. Köszönöm szépen. Ahhoz, hogy egy fiú ezt szeresse csinálni, igazán különleges, érzékeny léleknek kell lennie. Igen, ez igaz. Nem egy átlagos foci rajongó vagy ilyesmi. Így van. Nagyon ritka. Ugye? Ez ritka, igazi romantikus lélek lehet. Igen, az. Ügyes voltál. Köszönöm. Az elődöntők során megtudtuk, hogy a lengyel zenész Milos nem csak a zenéért rajong, hanem a labdarúgásért is. Ma ráadásul nem csak zenészként, hanem zeneszerzőként is bemutatkozik, hiszen saját darabját fogja játszani, ami nálunk ritkán fordul elő. Mentora Sergio Kulman zongora, művész és zeneszerző. Fogadják szeretettel Milos Bahonkót. A technika az érzelmek és a személyiséged. Már is érett művész és zeneszerző vagy, pedig még csak 11 éves vagy. Gratulálok! Mindkettőtöket szeretlek. De csak az egyik őtök juthat a döntőbe. Milos Bahonko, bravo! Láttam, hogy Alicia néninek könnyes a szeme, és azért is nagyon örültem, hogy a fellépésem így meghatotta. Nagyon örülök, hogy felléphetek a döntőben, és előadhatom a saját művemet, amit egész biztosan sokan látnak majd. Nagyon örülök, hogy beszélhettem Alicia nénivel. Nem számítottam arra, hogy sikerül bejutnom a döntőbe, de nagyon örülök neki. Sok szerencsét kívánok neked. És még egy dolog. A szerencse nem más, mint a lehetőség és a felkészültség találkozása. Nálad most mind a kettő adott. Nagyon köszönöm a jó tanácsokat, igyekszem majd alkalmazni őket a színpadon. A színpadon Milos Bahonkó Lengyelországból. Thank you.
Komám, micsoda tehetség vagy. Leülhetek ide melléd? Nagyon megtisztelnél. Igen, leülhetek. Thomas is leülhet? Inkább maradok talán. Gyere, mindig találunk neked helyet. Kicsit megijed, hogy te is leülsz. Szóval mindent egymaga csinált, megírta a művet, aztán eljátszotta. Hihetetlen. Hát ez valami hihetetlen. Ezt te magad írtad? Még mindig nem tudom elhinni. És az a benyomásom, hogy Alicia sem. Milos, köszönöm, hogy elvittél minket erre az utazásra. A te világodba. A képzeleted világába. Ahol megmutattad a virtuózitásodat, a muzikalitásodat és a fantáziádat. És azt gondolom, hogy köszönettel tartozol az isteni gondviselésnek ezért a hatalmas tehetségért, és azért is, hogy a harmonikádon és a személyiségeden keresztül ablakot nyitsz a világra. Drukkolok neked. És nagyon büszke vagyok most arra, hogy lengyel vagyok. Milos, szerintem miattad sok gyerek kedvet kaphat a zenéléshez. Ilyen művet írni, és így eljátszani, ez fantasztikus. Hadd kérdezzelek meg, szeretsz improvizálni? Igen, szeretek. És hány darabot írtál eddig? Ez volt az opusz 100, vagy valami ilyesmi? Hát sok darabot írtam már, de a legtöbbet akkor, amikor még kisebb voltam. Írtam pár egész jó kis darabot, de sajnos nem jegyeztem le őket. Szóval már nem emlékszem. De azokból, amiket leírtam, összesen van talán 4 vagy 5. Nem is tudom.
És ez a kedvenc darabod, ha jól tudom, ugye? Amit eljátszottál nekünk. Milos, szerintem te tényleg egy nagy művész vagy. És bárhol is jársz, mutasd meg az embereknek, amit ma nekünk megmutattál. Mert csodálatos. Imádni való vagy, és nagyon bátor is, mivel a saját darabodat játszottad ezen a versenyen, Maestro Domingo előtt, és 5 ország több millió nézője előtt. Ez nem olyan, mintha feltöltenéd a YouTube-ra, ez igazi bátorság. Nagyon élveztem. Annyira tehetséges vagy. Tudod, beszélgettünk arról a színfalak mögött, hogy ez egy nagyon komoly darab. Olyan érett, tudod? Ahogy te magad mondtad egy perce. Igen. Mit gondolsz, ilyen mély értelmű zene irányába fogsz menni? Igyekszem ebbe az irányba tartani. Hát jó, gratulálok. Bravo. Gratulálok. Azt hiszem, 11 éves korban még minden olyan játékos. Igen. Mármint, hogyan tudsz... Még a legegyszerűbb dolgokkal is. Igen, megbirkózni az élettel. Olyan büszke vagyok rád. A zsűri kifinomult és érzelmes játékáért dicsérte meg a most következő 16 éves hegedűst. Miriam nem csak kiváló kritikát kapott, hanem új barátokat is szerzett itt, a Virtuózokban. Most egy szlovákiai versenyző következik, aki Edmond Fokker hegedű művész mentoráltja. Folytassuk Mirjam Minkovával. Mirjam Minková. Amikor Valentovics úr kimondta a nevemet, az volt a fejemben, hogy Francesco Mahács. Vagyis ez teljesen váratlan volt számomra. Tényleg biztos voltam abban, hogy nem jutok tovább. Professzionális előadás volt. Minden egyes hangot elhittem, amit játszottál. Ez egy nehéz darab volt, de azt hiszem, ezt észre sem vettem. Megoldottad. Sajnálom, hogy nem mondtak több kritikát, mert mindig szuper dolog mások véleményét hallani erről. Más a nézőpontjuk az adott darabról. És egy kicsit csalódott vagyok, hogy ezt nem kaptam meg. Más részről viszont nagyon kedves szavakat kaptam, és mindenért nagyon hálás vagyok. Rettenetesen örülök annak a darabnak, amit játszani fogok. Mert szerintem fantasztikus, tele van érzelmekkel. Nagyon várom. Zenekarral egészen máshogy szól. Nagyszerű. Visszatérhetnénk oda, ahol kezdted. Ahol az van, hogy... Fokker úr fantasztikus, mert kölcsönadta nekem a vonóját a döntőre. Sokkal jobban lehet vele játszani. Sokkal jobban tudok koncentrálni magára a zenére, és nem arra kell figyelnem, hogyan kezelem a vonót. Úgyhogy ez is nagyon szuper. Tökéletes. Lazíts egy kicsit, így áll valamit, és minden rendben lesz. Köszönöm szépen. Egyszerűen tökéletes. A színpadon Mirjam Minková, Szlovákiából. Thank you.
Miriam! Szuper volt! Rendkívüli volt. Elhallgattam volna egész este. Péter, mit gondolsz saját országod versenyzőjéről? Miriam, nagyon szép és hatásos darabot választottál magadnak, és nagyon erős zeneiséggel adtad elő. Gratulálok! Azt hiszem, van benned valami rendkívüli. A vonóvezetésed. Egyszerűen érzed a zenét. Gratulálok, tényleg nagyon szépen játszottad, bravo! Először is, gyönyörű vagy. Köszönöm. Tényleg. Igen, egyetértünk, hogy gyönyörű, elegáns, előkelő hölgy vagy. Igen, tényleg, és szerintem ez már fél siker, ha valaki olyan elegáns, mint te. Jól játszottál, sok érzelemmel, nagyon meghatottam. Köszönöm szépen. Amit ma játszottál, hihetetlenül szépen adtad elő. És nagyon sokat megmutattál magadból, mert a múltkor, amikor a Mendelssohnt hallottuk tőled, szinte végig minden csak a technikáról szólt. De most igazán szépséges és édes dallamokat hallhattunk. Ettől vagy igazán sokszínű előadó. Hauser, mielőtt véleményt mondanál, mondd meg nekünk, mennyire áll közel a cselló a hegedűhöz? Én soha nem hegedülnék, annyira nehéz. Tényleg? Annyira finom hangszer, soha nem mernék egy ilyen nehéz darabot ezelőtt a zsűri előtt játszani. Szóval gratulálok, hogy volt bátorságod egy ilyen kihívást jelentő darabot eljátszani. Hatalmas potenciál van benned, gyönyörűen játszol. Persze van pár dolog, amiben még fejlődhetsz technikailag, de nagyon nagy lehetőségek vannak benned. Gyakorolj tovább, és sok sikert kívánok! Gratulálok, tényleg csodálatos fiatal hölgy vagy, ahogy mondták is. Köszönöm. Köszönjük az előadást. Gyönyörű volt. Köszönöm. Már az, hogy eddig eljutottam. Nekem személy szerint ez elég. Túl nehéz volt neki ez a darab. Nagyon nehéz volt. A sok staccato és bátor választás volt. Én azért elégedett voltam vele, mert próbálta a legtöbbet kihozni belőle. Ez igaz. És még csak 16 éves, csak 16. És megpróbálta. Nagyon elegáns hölgy. Igen. Ügyes voltál. Csodálatos volt. Csodálatos. Köszönöm. A most következő magyar versenyző különleges képessége, hogy bármit hangszerré tud változtatni, amihez csak hozzáér. Lássuk, mivel készült ma este. Már alig várom, hogy lássa, mit fog csinálni. Placido Domingo Junior mentoráltja ma újabb képességeit mutatja meg nekünk. Köszöntsék Brown Aaron-t. Te simán lehetnél az emblémája ennek a műsornak. Az ember kedvet kap marimbázni. Az, amit lefutottál itt, hát biztos volt legalább egy 1500 méteres síkfutás. Aki a döntőben Magyarországot képviseli, az Brown Aaron. Nagyon boldog vagyok, hogy bejutottam a döntőbe. Nagyobb hangsúlyt fogok fektetni arra, hogy fejben összeálljon. Döntőben sem egy hangszeren fogok játszani. Gondolkoztunk, hogy mi lenne méltó a döntőhöz, és akkor előszedtük ezt a hangszerelést, aztán kicsit felturboztuk, hogy táncosabb, meg lazásabb legyen. A zenekar játssza ezt, értem. Mozartnak szerintem ez nagyon tetszene, és ő is nevetne rajta végig. A színpadon Brown Aaron Magyarországról.
Áron, gratulálok. Hihetetlen volt. Téged Placido Domingo Junior mentorált. Kérdezzük meg az édesapját, hogy ez érezhető volt-e. Áron, sokat mesélhetnék neked, mert van egy unokám, aki marimbázni tanul. Sok bonyolult dolgot mutattál most, amit tőle még nem hallottam. Mindössze két ütő volt a kezedben, de játszottál marimbán, vibrafonon és xilofonon is. Ráadásul mindezt egyszerre csináltad. Lefogadom, hogy én soha nem tudnám ezt megcsinálni. Szóval nagyszerű zenész vagy, és szerintem fényes karrier áll előtted. Gratulálok. We'll make a phenomenal career. Congratulations. Köszönöm. Én hallottam közben, Áron, hogy Mozart kacagott. Biztos vagyok benne, hogy nagyon tetszett neki, és azért, mert pontosan ez volt a célja a zenéjével, hogy minél több emberhez eljusson. Ez biztos, hogy most több millió emberhez eljutott, és több millió ember úgy érzi, hogy nagyon is közel áll hozzá a klasszikus zene. Szóval most egy olyan nagy dolgot teljesítettél, ami szerintem egy nagyon különleges dolog. Te magad különleges vagy. Külön köszönöm neked az éjkirálynőjét. Nem gondoltam volna, hogy még megcsavarod a szívem, még egyet csavarsz le, tehát csavartál. És hát olyan profin megoldottad azt a kis zökkenőt. Tehát ez csúcsprofizmus, amit csináltál. Ahogy ugrottál ezen, és tovább, és nyomtad, és zene volt, bugi volt. Imádlak. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mozart mosolyog az égből. Ha ismerte volna a marimbát, nem írt volna semmit zongorára. Az biztos! Minden művét átírta volna marimbára, mert így érezni lehetett a játékosságot, és Mozartnál minden erről szól. Ez igaz. Mint Hauser a csellóval, ő is menővé teszi a hangszerén a komoly zenét. És Áron is nagyon menő, ahogy játszik. Igen, olyan, mint egy komoly zenei DJ, mint... Ez mindenre odafigyel. Pontosan. Áron, te egy igazi showman vagy. Ez egy igazi show volt. Nagyon örülök, hogy a marimba megtalálta a helyét ebben a versenyben, és hogy egyszerre több Mozart darabot is bemutattál. Ez zseniális volt. Valóban. Nagyon élveztem. A köhelyjegyzék 5-től 25-ig tartó műveit hallottuk. Köszönjük szépen. Nagyon köszönjük. What a talent! Egyszer kellene neki egy show műsor Vegasban, mint Elvisnek, meg a többi showmannek. Showman. A zsűrinek szerintem nagyon tetszett a döntős darabom, mert ugye zeneileg ez nem olyan bonyolult, de mégis, hogy beleraktuk ezeket a kis poénokat, így tényleg hangosan nevettek. Jó buli volt. Nagyon jól sikerült, Áron. Csodálatos volt. Mozartot még sosem hallottam ilyen feldolgozásban, úgyhogy ez nagy újdonság volt számomra. Nagy a felelősséged. Ne feledd, egy ember értéke abban áll, hogy mennyire képes segíteni és inspirálni másokat. Sok szerencsét! So, jó! Már érthetik, miért lesz nehéz ez a ma este. Eddig tökéletes produkciókat láttunk, de mégiscsak 5 győztest hirdetünk végül. Az első rész végére értünk. További 5 versenyző fog még színpadra lépni a zsűri előtt. Most azonban egy nagyon rövid szünetet tartunk. Így van. Azonnal folytatjuk a Virtuózók Visegrádi 4-ek plusz műsorát. Addig is látogassanak el a weboldalunkra, és kövessenek minket a Facebookon. Mindjárt jövünk. Ez igen. De nekem minden nő szívét. Micsoda fiatalember! Te igazi vagy? Fantasztikus volt. Technikailag kiemelkedő. Micsoda erő, micsoda erő! Sikerült rockstárrá válnod. Nagy kifejező erő lakozik benned. És most eljött az idő. Jó estét kívánok! Üdvözöljük Önöket újra a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz döntőjében.
Ha valaki még csak most kapcsolódik be a műsorba, annak sem késő, hogy velünk együtt kövesse a klasszikus zene jövőjét jelentő tehetségek szereplését. Így van, jelenleg 5 országban nézik műsorunkat a klasszikus zene rajongói. Magyarországon, Lengyelországban, Horvátországban, Csehországban és Szlovákiában. A zenészeknek egyetlen küldetése van, a zeneszerzőt szolgálni. És ha valaki ezt jól csinálja, az kimondhatatlanul jó érzés. De ez a gyönyörű gondolat természetesen nem a sajátom, hanem a következő versenyzőnktől hangzott el. Az elődöntőben Gabriela állva tapsolt a fiatal hegedű művésznek, aki már nagyon várja, hogy végre eljátszhasson egy Prokofjev darabot. Fogadják szeretettel a következő versenyzőt, Edmond Fokker mentorátját, Daniel Matejcsát. Úgy nézel ki, mint egy rockstar, aki heavy metalt játszik. Amikor a színpadon álltam, rájöttem, hogy tulajdonképpen még soha nem voltam ennél feszültebb. A zsűrinek köszönhetően hihetetlen volt a hangulat. Mind nagyon izgultunk, és nem tudtuk, mi lesz. Én személy szerint azt éreztem, hogy kiugrik a szívem. Az a fiatal zenész, aki a két versenyző közül a döntőbe jut, Daniel Matejcsa. Amikor Gabriela kimondta a nevemet, hirtelen minden feszültség elhagyott, és alig akartam hinni a saját fülemnek, annyira stresszeltem előtte. Természetesen a boldogságom óriási volt. Erre a versenyre egy nagyon közeli időszakban, a 19. és 20. század fordulóján keletkezett műveket választottam. Nagyon várom a döntőt. Óriási készüléssel jár ez. Én természetesen nagyon élvezem ezt a felkészülést, és azt, amikor ilyen szép darabot játszhatok. Úgyhogy várom talán még jobban, mint az elődöntőt. Nelly, více než v semifinále. Nagyon szép Edmondtól, hogy közvetlenül a fellépésem előtt is időt szánt rám, hogy mondhasson még nekem valami szépet. Igen, fantasztikus, nagyszerű. Az elején csak lazán. Halljuk a pizzikátó részeket. Halljuk, hogy el tudod játszani őket. Igen, igen, hogy eljátszom őket. Igen, szuper. A színpadon Daniel Matejcsa Csehországból. Thank you.
Daniel! Micsoda fiatalember! Te igazi vagy? Őrület! Igen, ahogy már mondtam, amire képes volt Jimi Hendrix a gitárján, azt tudja ő a hegedűjén. De fogalmad sincs kicsoda Jimi Hendrix. Persze, hogy tudom. Igen, tényleg? A nagy zenészek ismerik egymást. Okos fiú, Thomas. Beszélgettem vele, és elmondta, hogy Edmond Fokker jó tanácsai sokat segítettek, hogy megértse a darabot, amit korábban játszott. Igen. Kíváncsi lennék, hogy ezúttal is ilyen alaposan kielemezted-e a művet. Igen, megvan a saját elképzelésem erről a darabról. Különösen a második tétellel kapcsolatban, ami szerintem az ipari forradalomnak állít emléket, ami nagy hatással volt az emberek életére. Szinte hallani, ahogy a gépek dolgoznak. És el tudjuk képzelni a munkásokat, ahogy szenes zsákokat cipelnek. Ahogy keményen dolgoznak és izzadnak, ezt látom a hegedű verseny második tételében. Daniel, te egy zseni vagy. Köszönöm neked azt, hogy ilyen műveket választasz magadnak. Most úgy mutattad be ezt a zenét a nagy közönség előtt, ahogy eddig még senki sem játszotta, még csak hasonlóan sem. Óriási tehetség vagy, és nagyon szeretnék veled együtt dolgozni. El kell jönnöd hozzánk a fesztiválunkra. Ezzel hivatalosan is meghívlak a következőre. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Daniel, egyszerűen nem tudom elhinni, amit hallottam. Olyan érett muzikalitásod van, és a ritmus érzéked is rendkívüli. Nem is tudom, hogy csinálod. A szkerzó az egyik legnehezebb műfaj a hegedűn. Az intonáció, a szulgérések, ez a vonóvezetés, ahogy csináltad. Teljesen lenyűgözött. Tényleg, ez valami egészen rendkívüli. Köszönöm szépen. Ez egyszerűen hihetetlen volt. Tökéletesen uralod a hangszeredet. Teljes mértékben. Ura vagy minden hangnak. És ráadásul nagyon sokszínűen játszol. A kontraszt, az energia, minden. Sikerült rockstar módjára előadnod egy komoly zenei darabot. Ez tulajdonképpen a legnehezebb dolog. Tudod, a nagy Prokofjev egyik legismertebb műve mindig fülembe cseng. Tudod? Csodálatos zenét írt, te pedig csodálatosan játszottad. Egyet mondhatok, nagyon örülök, hogy énekesként nincs Prokofjev a repertoáromban. Te nem is gyémánt vagy, hanem brilliáns. Köszönöm. Hihetetlen, kezdek izgulni. Te is ugyanazt hallottad, amit én? Igen, a zsűri lassan kifogy a szuperlatívuszokból. Tudom. Igen. De mit szólnak a hajunkhoz? Igen. Most már tudják, kitől loptam az ötletet. Ida nem engedte meg, de neked most összeborzolom a hajad. Csak tessék. Köszönöm, barátom. Tökéletes volt. Köszönjük, csodálatos volt. Bravo. Köszönöm. Ő volt eddig a legjobb. Messze a legjobb. Nincs mit hozzáfűzni. Igen, tökéletes volt. Nagyon érett zenész, érti a darabot, és meg is tudja mutatni a közönségnek. Nagyon büszke vagyok rád, bár nem sokkal járultam hozzá a tudásodhoz.
Egyik jobb, mint a másik. Nagyon izgalmas. Hát igen. És most egy újabb versenyző érkezik. A 18 éves Kiara múlt héten megmutatta, hogy a nőiesség és az ökölvívás milyen jól megfér egymás mellett. A box, igen. Legutóbb a zsűri a precíz és érzelmes előadásmódját emelte ki. Most Elina Nechayeva operaénekesnő mentoráltja, Kiara Janko egy igazán virtuóz darabot hozott nekünk. Hallgassuk figyelmesen. A zeneiséged egy másik dimenzióját mutattad meg. Ha nem neveztél volna virtuózokba tangó harmonikásként, akkor nem edzhettél volna Kótai Mihállyal, a híres ökölvívó bajnokunkkal. A döntőbe jutó horvát versenyző Kiara Janko. Nagyon boldog voltam, amikor kimondták a nevemet, hogy én vagyok az, aki bejutott a döntőbe. Lehet itt crescendo egész eddig a részig? Argentína, tűz, szenvedély. Minden bele, és minden jó lesz. Felkészült vagy. Bravo. A döntőre úgy készülök, hogy próbálok lelkileg megnyugodni, és a lehető legtöbbet gyakorolni. Kiara, gratulálok! Annyira örülök, és nagyon-nagyon büszke vagyok a fantasztikus teljesítményedre. Csodálatosan játszottál. Most pedig elérkezett a döntő ideje. Sok szerencsét kívánok! Biztosan mindenkit meg fogsz hatni. Alig várom, hogy halljam, ahogy játszol. Köszönöm szépen! A színpadon Kiara Janko Horvátországból. Thank you.
Kiara. Micsoda lány. Csak óvatosan a kritikával, nehogy kiüssön titeket. Yes, Hauser, te még nem is tudod, de ez a lány nem csak a zenében ilyen ügyes. Tehát ez úgy van, hogy az egyik pillanatban boxoló vagy, aki üt, verekszik, a következő pillanatban pedig megragadod a harmonikát, és érzékivé gyengéddé válsz. A pianissimus részleteid elragadóak. Elrepítettél minket a távoli Argentínába, Dél-Amerika világába. Belekerültünk egy szinte hipnotikus állapotban. Valóban fantasztikus volt. Büszke vagyok arra, hogy én is Istriai vagyok. Kiara, fantasztikus volt látni a kontrasztot. Hogy a minap egy igazán lírai művet játszottál, olyan gyönyörű volt. Most pedig a piazzolára egyébként olyannyira jellemző, mély zeneiséget mutattad meg. Ebben minden benne volt. Minden érzés, minden karakter. Ez a darab mindent megmutatott belőled. Zseniális a technikád és csodálatos hölgy vagy. Öröm rád nézni. Az volt a benyomásom, hogy nagyon erős érzelmeket éltél meg te is. Ez mindig fontos. Olyan volt, mintha már átéltél volna nagyon nehéz időszakokat. Lehet, hogy így volt, lehet, hogy nem, de művészként éppen ez a cél, igaz? Érzelmeket közvetíteni, és ezt tőled megkaptuk. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Kiara, nagy nap ez a mai. Számodra miért volt fontos, hogy így néz ki ma este? Azért, mert így erősnek érzem magam. Nagyon erős vagy. Igen, és nem csak a külső sugároz erőt, hanem a játékod is, úgyhogy köszönjük a mai fellépést, bravo! Bravo! Gratulálok, Kiara, ez csodálatos volt, fantasztikus voltál. Hihetetlen volt, amit a színpadon műveltél. Köszönöm szépen. Megérintetted a szívemet. A next következő versenyzőnk egy elegáns fiatal úr, akit igen nagy megtiszteltetés ért az elődöntőbe. A maestrónak annyira tetszett a gitárjátéka, hogy szeretné, ha Vilmos felléphetne a Real Madrid stadionjának megnyitóján. Real Madrid Stadium. A Real Madrid rajongó magyar gitáros fiú ma egy szóló darabot hozott nekünk. Köszöntsük tehát következő versenyzőnket, Placido Domingo Junior zeneszerző mentorátját, a 18 éves Olá Vilmost. Egészen elképesztően nézel ki különben, bocs, hogy így... Köszönöm szépen. Művésznő is nagyon csinos. Jó, már ezért megérte. Izgalmakkal teli volt az elmúlt pár nap is itt a stúdióban. Nem szoktam izgulni koncert előtt, amikor a színpadra felmegyek, akkor mindig átadom magam a zenének. Hipnotikus hatású volt, ahogy figyeltük a kezedet. Csodálatos volt. Nekem ez a legnagyobb inspiráció, mikor egy ilyen nagy művésztől visszajelzést kapok, de egy hatalmas felelősség is. Édesanyám, édesapám és a barátnőm Claudia kísért el. Ő fognak nekem szurkolni, és mindig nagyon nagy erőt az, hogyha itt vannak velem. Amikor Claudiával mentünk Domingo Juniorhoz, akkor kérte, hogy játszunk neki, és nagyon jókat tudott mondani nekem is a színpadra lépés előtt. Szép volt, gyönyörűen játszottál. Hát Vivikém, rajtad a világszeme, most Magyarországot képviseled, olyan, mintha ilyen válogatott mez lenne rajtad. Hajrá, Vili, hajrá, Magyarország! A színpadon Olá Vilmos Magyarországról.
Vilmos, gratulálok! Micsoda művész vagy! Bizony, egy elegáns fiatalember, egy elegáns hangszer. Lenne egy kérdésem. Elmondanád, milyen titkokat suttogsz a gitárodnak? Nagyon személyes titkokat, amit nem mondhatok el sok mindenkinek, csak tudhatja, és én. Okay. Értem. A barátnőt helyében én féltékeny lennék a gitárodra. Nem, mert látszik, hogy ez egy nagyon bensőséges kapcsolat. Szinte olyan, mintha varázsigéket mormolnál. Talán azt ismételgető, hogy ide nekem minden nő szívét, szívét, szívét. Ez valóban? Szerintem nem így van. Csak vicceltem. Ezek a hölgyek mindig azt hiszik, hogy csak rájuk gondolsz, amikor gitározol, de te valójában csak a zenére összpontosítasz, igaz? A zenére gondolsz, nem a lányokra. A lányok nagyon jó múzsák tudnak lenni, nagyon szép ötleteket tudnak adni zene közben. Hogy pestiesen szóljak, jól oda tetted ezt ma. Tényleg hihetetlen technikai stabilitással bírsz, minden érzelem több is, mint amit egy 18 éves fiatalember elbír, benned van, és ki is tudod fejezni. Minden elismerésem, és gratulálok. Köszönöm szépen. Hipnotikus kisugárzásod van a színpadon. És ami igazán tetszik, az, ahogy odafigyelsz a részletekre. Nem csak a zenében, hanem a divatos megjelenés tekintetében is. A színpadi jelenléted lenyűgöző. Wow! Köszönöm. Szerintem neked elsősorban a gitár a barátnőd. Én ezt átérzem, mert nekem is a csellóm a barátnőm. Ezt rögtön gondoltuk. Tényleg úgy beszélsz a gitárodhoz, mint egy emberi lényhez. A gitárod a tested része, mintha a tested kiterjesztése lenne. Annyira bensőséges a kapcsolatod vele, és nagyon nagy élmény nézni, ahogy játszol rajta. Nagyon ritkán lehet ilyet hallani. Nagyszerű művész vagy, és találkozunk a Real Madrid stadionjában. Real Madrid? Jó, Real Madrid, igen. Thank you, bravo. Köszönjük, bravo. Csodálatos volt. Hallottátok, ahogy ezt csinálta a szájával? Igen, igen. És tetszett? Igen. Nos, sok művész, sok gitáros csinálja ezt. Így csinálják, igen. Mit is mondhatnék? Az egyik legfontosabb dolog, hogy úgy tűnik számodra jó választást jelentenek Roland Diaz nevei. Az első alkalommal nagyon meglettél minket, de most talán még jobban, mert ez egy nagyon sokoldalú és bonyolult darab. Egyértelműen megmutatta, hogy milyen hihetetlen képességeid vannak. A 16 éves Milena legutóbb igencsak lenyűgözte a zsűrit elképesztő hegedű játékával. De nem csak a játéka volt kiváló, hanem az elképesztő mozgása is igazán egyedivé tette az előadást. Kíváncsi vagyok, vajon képes lesz-e megteremteni ismét azt a varázslatos hangulatot, amit egy hete tapasztaltunk. Fogadják szeretettel a most következő lengyel versenyzőt, Edmond Fokker hegedűművész mentoráltját,
Milena Pioronskát. A hangszer a részeddé vált, vagy te váltál a hangszer részévé? A Virtuózók 2021 döntőjébe jutott Milena Pioronska. Amikor vártam az eredmény hirdetésre, persze elég feszült voltam, de igyekeztem megőrizni a nyugalmamat. És abban a pillanatban, amikor megtudtam, hogy tovább jutottam a döntőbe, akkor tényleg majd kiugrottam a bőrömből örömömben, és most én vagyok a legszerencsésebb a világon. Bravo. Bravo, nagyon jó. És akkor kihagyod a kantilénát, és utána jöhet a kerék. Igen, így van. Az, hogy kaptam egy mentort, tényleg nem mindennapi dolog. Általában nincs ilyen más versenyeken. Segített nekem pár dologban, adott néhány jó tanácsot. És mindenek előtt neki köszönhetem, hogy színpadra lépéskor egyfajta belső béke szállt meg. Nagyon örülök, hogy találkozhattunk. A színpadon Milena Pioronska Lengyelországból.
Gratulálok! Szeretnélek megölelni, de... Persze, hogy ne. Tényleg szabad? Köszönöm, megengedte. Talán már elég idős vagyok ahhoz, hogy szabadon megjegyezzem, milyen szép vagy. És az akkom nagyon jól illik a ruhához. Én is így gondolom. Bizony. Jól mutatunk így együtt, mint egy trió. Igen, pontosan. Ez nem is olyan rossz ötlet. Alakítsunk triót. Én játszom a triangulumon. Én pedig a közönség idegein, ahogy szoktam. Az se rossz. Kiváló trió lesz. Na de komolyodjunk meg. Ez egy nagyszerű előadás volt. Köszönöm. Meg kell köszönnöm, hogy ezt a művet elénekelted nekünk. Bizony, bizony. Te itt ma nem muzsikáltál, hanem énekeltél. Végre hallhattuk Faustot énekelni. És tudod mit? Nagyszerű volt. Először is nem ijedtél meg azoktól a részektől, ahol több technikai nehézséggel kell szembenézni. Köszönöm szépen. Na és mindehhez ez a ruha, egyszerűen ragyogsz a színpadon, minden értelemben. Nagyon köszönöm. Így van, ragyogsz, egyetértek. Ténylegesen és képletesen is. Hauser, te ismered a húros hangszereket. Igen. Mit gondolsz erről a produkcióról? Ez egy nagyon nehéz darab. De ahogy játszottad, olyan könnyűnek tűnt, amit szintén nehéz elhitetni. És azokat a nehéz részeket annyi bájjal, tűzzel és muzikalitással játszottad. Ahogy Alicia mondta, mintha operát énekeltél volna a hegedűn. Ez nem csak hegedülés volt, hanem éneklés és játékosság a mű minden egyes részletében. Szép volt. Köszönöm. Nekem minden nehéznek tűnik, ha hegedülésről van szó. Szeretjük, hogy őszinte vagy, végül is lehet, hogy ez a legfontosabb adottság. Alig várom, hogy gyönyörű koncerttermekben hallhassunk téged. A világon bárhol, de különösen Lengyelországban. Úgy legyen. Köszönjük. Köszönjük, Milena. Köszönöm. Szia. Csak magamat tudom ismételni. Micsoda nap, Istenem. Nagyon jó. Nagyon nehéz lesz. Hogyan válaszunk ilyen versenyzők közül? Alicia, nem lesz könnyű dolga. Nagyon finoman játszott. A múltkor is tetszettek a mozdulatai. Gyönyörű volt. Rendkívül kifinomult technikával rendelkezik, és fényes zenei karrier áll előtte. Játéka tükrözi azt a sok időt, amit gyakorlással tölt. Mindezt a zsűritagok mondták következő versenyzőnknek, még az elődöntőben. A 14 éves Ryerről van szó, aki a virtuózokra nem versenyként tekint, hanem egy lehetőségként, hogy megmutassa, milyen varázslatos hangszer a zongora. Fogadják szeretettel Eugene Cohn karmester mentorátját, Ryan Martin Bradshaw-t Szlovákiából. Végig fel-le-fel a szívem, majd kiugrott a helyéről. Hihetetlen. Minden megvan benned, minden. Én nem izgulok. Nem gondolok erre úgy, mint egy megmérettetésre. Mert a zenét sokkal fontosabbnak tartom, mint a koncertet. Én azt szeretném, hogyha örömet tudnék szerezni az embereknek. A döntőbe jutó ifjú tehetség. Ryan Martin Bradshaw. Amikor a színpadon voltam, egy kicsit örültem is, de persze izgatott is voltam. Ez nagyon idegesítő volt. És amikor a végén kezdték mondani az eredményeket, már egy kicsit nyugodtabb voltam. Az eredményekre várni nagyobb kihívás, mint maga a zongorázás. Ha megnyerném a virtuózok versenyt, az nagyon sokat jelentene. Azonban már az is sokat jelent, hogy a döntőben lehetek, mert zenekarra játszhatok. Átjött a zene üzenete, és ez nagyszerű dolog. Bízom benned, és te is bíz magadban továbbra is, és te legyél a főnök a színpadon. Köszönöm szépen. És sok szerencsét. Köszönöm. A színpadon Ryan Martin Bradshaw Szlovákiából.
Nagyon jó voltál. Köszönöm. Bravo, Ryan! Ryan, kérlek, állj ide középre, hiszen te vagy a sztár. A szó leges legjobb értelmében. Ja, bizony. Hogy érzed magad? Kimerültem, de... Én meghalnék egy ilyen után. Én is. Ez hihetetlen, mint egy maraton. Mindent megtettem. Szerintem nagyon jól csináltad. Péter, a múltkor láttalak zongorázni, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha úgy tudnék zongorázni, mint te, de most már inkább úgy szeretnék, mint Ryan. Igen, inkább rá akarj hasonlítani, ne rám. Ryan, te az egyik legnagyobb tehetség vagy, akit valaha láttam. Köszönöm. A frazeálásod egyszerűen, és a frázisban még dinamika is van. Egyszerűen teljesen hihetetlen. Teljesen kész vagyok. Hallottalak a próbán, de ez még ezerszer jobb volt, mint a próbán. Minden tiszteletem, óriási tehetség vagy. Nagy tisztelőd vagyok. Tényleg, teljes szívemből gratulálok neked, gyönyörű volt. Nagyon szépen köszönöm. Ryan, egy olyan darabot választottál, amit mindenki ismer. Mindannyian sokszor hallottuk már nagyszerű zongoristáktól, de én még soha nem hallottam így. Azt kell mondanom, hogy ez rendkívüli volt. Köszönöm. Köszönöm. Örülök neki, köszönöm. Hihetetlen, hogy csak 14 éves vagy. Igen, 14 éves. És ilyen érett zenész. Mint egy híres, befutott zongorista. Tehetetlennek érzem magam, amikor hallak. Megríkadtál. Ha Alicia ezt mondja, akkor... Megríkadtál, tudod? Köszönöm szépen. Ez nem csak a technikáról szól. Te és a zongora valósággal összefortok. Mindent beleadtál. Micsoda erő, micsoda erő! Egy fiatal embertől. Nem is tudom, mit mondhatnék. Jobb, ha nem is folytatom. Pompás előadás volt, tele érzelmekkel és harmóniával. És a zenekarral is gyönyörűen játszottatok együtt. Ismerjük a darab nehézségeit, és kérlek, add át elismerésemet a tanároznak. Hány órát gyakorolsz naponta? Attól függ, de azt mondanám, hogy 2 órát legalább. Igen, több mint 2 órát. 2 órát? Jó, mi nem 22-t? Ez elképesztő. Te lehetnél a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz nemzetközi versenyszimbóluma. Te vagy az az emblematikus személy, aki megtestesíti a versenyről alkotott elképzelésemet. Gratulálok. Nagyon örülök. Köszönöm. Köszönjük a szüleidnek is, hogy ilyen nagyszerű és fantasztikus módon támogatnak. A tanárom és a szüleim nélkül mindez nem lenne lehetséges. Bravo! Köszönjük, bravo! Wow. Rajzolok ide egy szívet. Hihetetlen, fiú. Hihetetlen. 50 vagy 100 évente látni ilyen tehetséget. Azok a frázisok, és nem csak a technikájáról van szó, de például az oktávoknál is megvolt a zene benne. Egy világhírű csellista, aki fellépett már Elton Johnnal, George Michael-lel, Andrea Bocellivel. A Two Cellos formáció egyik tagja. Több millió követővel bíró világsztár, a horvát zsűri tag, aki most Eugene Kohn karmester vezényletével egy legendás filmzenét kelt életre a hangszerén. A színpadon Hauser.
Bravissimo, maestro! Szép volt! A virtuózok tehetségei rendszeresen lehetőséget kapnak arra, hogy világsztárokkal lépjenek fel. A 2021-es év egyik legnagyobb szabású eseménye a világjárvánnyal küzdő egészségügyi dolgozók iránti tiszteletadású megrendezett hálakoncert volt. Maestro Placido Domingo, Adela Zaharia és Placido Domingo Junior mellett Eugene Cohn vezényletével, a győri filharmonikusok közreműködésével, a virtuózok egykori győztese Balázs Pirisoma is föllépett. And now, és most eljött az idő. A virtuózok Visegrádi 4-ek plusz döntősei ismét itt vannak velünk a színpadon. Braun Aaron és Olá Vilmos Magyarországról. Chiara Janko és Iván Petrovics Poljak Horvátországból. Mirjam Minková és Ryan Martin Bradshaw Szlovákiából. Martin Sadilek és Daniel Matejcsa Csehországból. Valamint Milos Bahonko és Milena Pjorunyská Lengyelországból. És most szeretnénk megkérni a szuperzsűrit, Maestro Placido Domingót, hogy értékelje az egész versenyt. Well, számomra lenyűgöző, hogy ezek a fiatal művészek már ilyen korukban is mennyire felkészültek. Meg kell mondjam azt is, hogy biztosan nagyon jó tanáraik lehetnek. Nehéz időket élünk a világban, de a zene győzedelmeskedik minden probléma felett, és ti boldoggá fogjátok tenni az embereket, amikor zenéltek neki. Csodálatos karrier áll előttetek. A legjobbakat kívánom nektek, és nagyon büszke vagyok mindegyikőtökre. Szeretnék gratulálni a kollégáimnak is, mert fantasztikusak voltak. Szóval minden jót kívánok, és ne felejtsétek, hogy akik most nem nyertek, ők sem veszítettek. Ők második helyezést értek el egy igazán rendkívüli versenyen, és a virtuózokra mindannyian örökké emlékezni fogtok. Köszönöm szépen, minden jót kívánok nektek! Mielőtt kihirdetnénk a nyerteseket, szeretnénk átadni néhány külön díjat. A Hollerung Gábor vezette budafoki Dohnányi zenekar kiválasztott egy versenyzőt, aki véleményük szerint különleges teljesítményt nyújtott a színpadon. A következő évadban pedig szeretnének ezzel a versenyzővel egy koncerten fellépni. Lássuk, kiről van szó. Ez a fiatal zenész nem más, mint... Daniel Matejcsa. A díjat Hollerung Gábor adja át. Gratulálunk, Daniel! Van még egy versenyző, akinek szintén lehetősége lesz egy koncerten fellépni, mégpedig a budafoki Dohnányi zenekar újévi koncertjé. Ez a fiatal zenész nem jutott be a döntőbe. A zenekart azonban teljesen lenyűgözte az elődöntőben a teljesítménye. Ez az igazán fiatal versenyző nem más, mint... Richard Kollert Csehországból. Richard már érkezik is. Hollerung Gábor adja át neki a díjat. És ha már itt vagy velünk a színpadon, van még egy meglepetésünk számodra, Richard.
Richard, Gabriella Bohácsova a cseh zsűri tag, illetve a virtuózok producere, Peller Marian, egy külön díjjal és egy 5000 eurós jutalommal szeretné támogatni kivételes tehetségedet. A díjat Gabriella adja át. Kérlek, fáradj a színpadra, Gabriella. Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm. Sőt, még egy nyereményünk van számodra. Egy nagyon különleges díj. Lehetőséged lesz fellépni Maestro Placido Domingóval a fesztiválon. Ez is egy ilyen különleges ajándék Gabriella Bohácsovától és a Maestrótól. Tehát mindannyian láthatunk majd téged egy fesztiválon, a Maestróval együtt fellépni. Gratulálunk, Richard! Most itt az idő, hogy kihirdessük az országonkénti győzteseket. Először is lássuk, hogy a két magyar versenyző közül kinyeri a szuperdöntőt. Miklósa Erika magyar zsűri tag, és a szuperzsűri döntése alapján a magyar győztes nem más, mint... Brown Aaron! Gratulálok! Tényleg nagyon szép, meg elképesztő, és folyamatosan arra fog emlékeztetni ezekre a hosszú hetekre, amikor folyamatosan kellett készülni, és jó húzós volt, de mindenképpen megérte. Gratulálunk Olá Vilmosnak is! Csodálatos voltál! Okay. Most pedig lássuk, melyik horvát versenyző nyeri a szuperdöntőt. A horvát zsűri tag. Hauser és a szuperzsűri döntése alapján tehát a horvátországi győztes. Alig várom, hogy felbontsam, mert persze nem lestem meg az eredményt. Ivan Petrovic Polyak. Gratulálunk, Ivan! Nagyon boldog vagyok, hogy én vagyok a horvátországi győztes, és ezt egy nagyon fontos díjnak tartom a pályafutásom során. És köszönjük a részvételt Kiara Jankónak! Fantastic! Micsoda izgalmak! Ez tényleg nagyon izgalmas. Lássuk, melyik szlovák versenyző nyeri a döntőt. A szlovák győztes... Ryan Martin Bradshaw! Gratulálunk, Ryan! Nagyon sok érzés kavarog most bennem. Nagyon elfáradtam természetesen egy ilyen nehéz nap után, de nagyon örülök is, hogy ezt a díjat kaptam. Hogy tulajdonképpen én vagyok a győztes. Nagyon örülök, hogy felvételeket készíthettem itt Magyarországon, és visszatérhettem ebbe a gyönyörű városba, Budapestre. Miriam, köszönjük szépen! Miriam Minková! Most pedig lássuk, hogy a két cseh versenyző közül kikerül ki győztesként. A cseh zsűri tag Gabriella Bohácsová és a szuper zsűri döntése alapján a csehországi győztes... Egy nagyon tehetséges ifjú zenész, ennyi már biztos. És a neve... Daniel Matejcsa. Gratulálunk, Daniel! Ez egyszerűen leírhatatlan. Ez a verseny annyira óriási. És az öt nyertes egyikének lenni egyedüliként a saját országomból. Ez óriási megtiszteltetés, és rettenetesen hálás vagyok ezért. És köszönjük szépen Martin Szadileknek a részvételt. Csodálatos voltál.
Én kaptam a te országod győztesét. Tudom. Aha. Azt hiszem, én elérzékenyülnék. Hát ez könnyen lehet. Ismersz engem. Sőt, biztosra veszem, hogy Alicia szeme sem maradt szárazon. Talán már most sem az. Szóval... lássuk tehát, hogy a két lengyel versenyző közül kinyeri a szuperdöntőt. Akarod látni? Igen, mutasd. Megnézed te először? És mivel te ki is tudod ejteni a nevét, inkább átadom a szót. A szuperdöntő győztese Lengyelországból is Milos Bahonko. Nagyon örülök, tényleg annyira boldog vagyok, régen nem voltam ilyen boldog. Annyira örülök, úgy érzem, minden vágyam teljesült. Köszönjük a részvételt! Milena Pjorujszkának is, csodálatos voltál! Gratulálunk a nyerteseknek, és ahogy már korábban is mondtuk, senki nem megy haza üres kézzel. A második helyezettek az MTV a külön díját kapják. Lehetőségük lesz fellépni a Magyar Rádió szimfonikus zenekarával. És a díjhoz jár egy-egy értékes porcelánhegedű a Hollóházi Manufaktúra jóvoltából. A díjakat Pap Dániel, az MTVA vezérigazgatója adja át. A díjak nyertesei tehát Olá Vilmos, Magyarországról. Kiara Janko, Horvátországból. Miriam Minková, Szlovákiából. Martin Sadilek, Csehországból. És Milena Pjorujszka, Lengyelországból. Gratulálunk és köszönjük szépen. Mindannyian csodálatosak vagytok. Bravo! Bravo! Most a döntő győzteseinek adjuk át a nyereményeket. Mindegyikük bruttó 10.000 eurós jutalomban részesül. Emellett felvehetik saját lemezüket, és fellépési lehetőséget biztosítunk számukra egy virtuózok koncerten. Hűha! Most pedig szeretném felkérni professzor dr. Kásler Miklóst, az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterét, hogy adja át a díjat a magyar győztesnek. Szeretném felkérni Frano Matušićot, Horvátország külügyi és Európa-ügyi minisztériumának államtitkárát, és a Horvát Zene és Balettpedagógusok Szövetségének elnökét, hogy adja át a díjat a horvát győztesnek, Iván Petrovics Poljáknak. Köszönjük és gratulálunk! Felkérem Anton Sulikot, a Szlovák Rádió és Televízió televíziós programigazgatóját, hogy adja át a szlovák győztesnek járó díjat. Ryan Martin Bradshaw. Gratulálok! Köszönjük szépen! Szeretném felkérni Biál Tibort, a Cseh Köztársaság magyarországi nagykövetét, hogy adja át a díjat a cseh győztesnek, Daniel Matejcsának. Gratulálok, köszönjük szépen!
Szeretném felkérni Katarzyna Ratajczak-Szovát, a Lengyel Köztársaság Nagykövetségének osztályvezetőjét és misszióvezető helyettesét, hogy adja át a díjat a lengyel győztesnek, Milos Pahonkónak. Gratulálok, köszönjük! Welcome. A színpadon a virtuózok Visegrádi négyek plusz győztesei. Gratulálok! Ti vagytok a klasszikus zene jövője! Ez volt tehát a Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz 2021-es évada. Köszönjük a figyelmet mind az öt ország nézőinek! Viszontlátásra! Köszönjük a figyelmet! Viszontlátásra! Köszönjük! Amikor a tehetségnek nincsenek határai. A Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz színpadán a jövő klasszikus zenészei közt bizonyíthatsz. Világsztárok előtt mutathatod meg komoly zenei tudásod. És azt, hogy a világ a te tehetséged által is jobb hely lesz. Minden gyereknek lehetőséget kell kapnia, hogy megmutathassa, kivételes. Virtuózok Visegrádi 4-ek plusz. Közös nyelven zenélünk. Jön a következő évad. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornára, és kövesd a Virtuózokat, a klasszikus zene jövőjét.